Hello, sziasztok! Itt van az a remek kis LG 37 Ellen 5405 TV. Sima, direkt háttérledes TV. Nem ez a lényeg, miért égnek ki a ledek, mert túl vannak hajtva. Most megmutatom ebben a videóban, hogy kell csökkenteni a háttérlednek az áramát, hogy ne legyen annyira túlhajtva. Először is szét kell szedni a tévét, ki kell szedni belőle az összes csavart, ami létezik, hogy ezt el tud távolítani. Ez még az a tévégyártási kor volt, amikor még jártak a tévégyártók csavarbordban, nem a pattogtatós. Talán kinn az összes, azaz lejön a hátulja. A fali tartót nem jelöltem meg, de igen, lejön prima. Távolítani, hogy hozzáférje a táphoz. Klasszik tévé, tápegység, főpanel, tékkompanel, alul a kijelző, egy ilyen nyomkorászós gomb, hangszórók, és itt van a távirányító vevő, meg a bekapcs LED, szóval slusz passz. Tápon kell keresni a problémát, méghozzá ezen a részen, a LED driver részen. Megmérhetjük először, hogy mennyi a LED áram. Ezt itt leszakítjuk és bekötjük, úgyhogy ide egy árammérőt be tudjunk kötni. Hogy mi a cél, azt inkább itt a karázsonyfámon mutatom meg, mert a labortápról megy. Csinálok sötétséget. Ugye a sárga a feszültség, a kék az áram, és ha most lejjebb megyek feszkóba, akkor látod, hogy szinte semmi áram nem folyik, nem tudja mérni a labortáp, de itt nagyon sokat változik a fényerő. Ennyire nem érdemes a ledeket visszavenni, azért ennyi legyen, de ha eljutsz ezig a 17 mA-ig, itt már 25, és látod a háttérben a fény változását, hogy mekkora. Itt iszonyat, ez már majdnem a duplája, ugye 40, ez a duplájánál is több, 50 mA, viszont a fénye 50 mA-en nem sokkal több, mint mondjuk 25-ön. Tehát nem nyersz vele semmit, de kétszeres árammal hajtod a ledeket, és kinyírja. Hát itt talán még jobban is látszik. És egyszer megmutatom, hogy 27 mA. És 60 mA mondjuk. Hogy ez több, mint a duplája, de fényerőbe. De ez még az a rész, ahol érdemes változtatni, de ha megnézed, itt nagyon gyorsan emelkedik, 100 mA. Na most 100 mA-en, opp, itt már be is tojnak a ledek, ugye látod, hogy 100 mA-ről simán vissza tudsz lépni 60-ig, majdnem 50-ig, és semmi fényerő változásod nincs, van 110, és a 65-70 között ugye nincs, itt most olyan 70-80, és a 110 között nincs. Magyarul ezt a ledsort, ha ez lenne a tévébe, akkor ezt olyan 40 mA-re lőném én be. Ők a tévégyártók, azok nem szaroznak vele, ők fogják, beállítják maximumra, amit épp elbír, aztán kész, mert úgy legalább szétmegy a ledsor. Na ezt az áramot vesszük mi most vissza a tévébe. Úgyhogy sorra tudjam kötni a multimétert, a ledekbe beledugok ilyen alkatrésználakat, kiveszem a tápot, úgyis ott lesz a javítás alul. Innen is ki kell venni a csavarokat. És óvatosan, mert ha most húztak ki, akkor itt ez a része, ez itt életveszélyes feszkón van. Meg amikor bedugod, akkor itt meg aztán főleg hálózati feszültség van. De hol a LED kimenete? Most aztán átfordítottam tízszer. Ha hol vagy? Ja, itt. Ide ráforrasztunk, az lesz az egyszerűbb. Mindazt megcsipetni. Ha megnézed, hogy hogyan van kötve, akkor ez, meg ez, ami a ledekre kimegy. És az ugye így volt bedugva, és itt az alkatrész lábakat, az egyiket összekötöm, másikon sorba kötöm vele az árammérőmet. Most az egyiket, ezt ide rádugtam a lábra, nem arra a tüskére, hanem ide átforrasztva oda, innét pedig be tudom kötni az árammérőt. Így. Feszültség alatt óvatosan. 170 mA, azért ez nem játék. Na jó, 140-re visszasteppinget, de 170-re indult. 140 mA, ezt mondtam, hogy az iszonyat sok ahhoz, hogy ezek menjenek, ezek a ledek, ugye látod, hogy mennek. Itt kijön a fény. Túl vannak hajtva, abból a kékes fényből is látszik, hogy iszonyatosan meg vannak hajtva. Na de minek? Úgyhogy áramtalanítsuk. Az feltétlen. Ilyenkor a táppal óvatosan, mert ugye itt föl vannak töltve az első kondik, elég nagy feszrél, 330 körül.
Már hogy úgy értem, hogy 330 volt, igen, rányúsz, akkor attól függ, hogy mennyire vagy rá fölkészült, meghalsz, vagy csak megsérülsz. És itt a tápon általában így néznek ki a LED driverek. Itt van egy driver IC, egy meghajtófet, és itt vannak, ami párhuzamosan, hát ez most sorba és párhuzamosan, négy darab ellenállást látsz. Ugye megpróbálom mutatni. Most talán úgy van, ahogy akarom. A 3,9 ohm meg 4,3, valami ilyesmi. 3 ohm 9, meg 4,3. Azok vannak sorba kötve, szóval ilyen körülbelül 8 ohm egy soros kör, és ez 1-2-3-4 párhuzamosan kötve, szóval 2 ohm körül ad ki. Hát megmérhetjük, de ezt kell növelni. 2,2. Hogyan növelsz itt? Fogod, aztán leveszel egyet. Ugye a sorba kötve van, és egyet elég levenned, akkor megszűnik az egyik. És akkor csak három lesz sorba kötve, akkor már rögtön három ohmod lesz, hogy majd meglátjuk. De ugye ezen eső feszültség adott áram mellett az, ami beállítja a munkapontot, szóval lejjebb fog esni a LED áram, kisebb áram ejti ugyanazt a feszültséget, hogy piszkáljunk le innét egyet. Egy sima páka kell hozzá, meg egy csipesz, mondjuk hőlégezhetsz is, de ez a fajta nyák nem szereti. Így mondtam, most ott az egyiket ugye levettem. Látod, hogy hiányzik egy. Magyarul azt az utolsó sort, a bal oldalit, azt kiiktattuk. Most az eredő ugye nagyobb lett. Igen, olyan 3 ohm körül, 2,8. És akkor most mérünk egy áramot, tápot neki. Látod, hogy bekapcsoltunk. Iszonyat árammal kezdett. Mennyire sikerült visszavennünk. Ez a nem mindegy. Ugye látszik, hogy ugyanazt a hatalmas fényerőt ott, most nem bírok alányulni, hogy ezt itt kikapcsoljam. De 100 milliamperre visszavettük az áramot, 130-ról, és ez a 30% ez elég ahhoz, hogy ne legyen túlhajtva az egész, hogy mehet össze minden. Egyébként hozzáteszem, hogy a 130 milliamper ez azért van, mert vissza van véve már felhasználói szinten távirányítóról a képbeállításoknál a gyárilag 100-ra feltekert háttérfény nevű beállítás, ugye ennek a LED áramot szabályozza menüből, ez vissza van véve 100-ról 45-re, magyarul már ott vissza van véve több, mint felére, így volt a 130, hát most elfelejtettem ezt visszatenni gyári beállításra, ha nyomtunk volna a tévénél rezetet, vagy egy alapbeállítást, akkor a 100-on van, hát akkor ez jóval nagyobb áram lett volna, de ugyanígy az akkor kialakuló áramot is csökkentjük. Magyarul így nem tudja a felhasználó 100-ra föltekerve se kiégetni direkt a ledjeit, amiről ugye nem tud, hogy azt teszi vele, csak azt nézi, hogy úgy jobb a kép, de így hardveresen megoldottad, hogy ne lehessen felvinni annyira, és látod, hogy itt csak 100 milliamperünk van, teljesen tökéletes. Mehet össze az egész. Ugye áramtalanítunk, kikötjük ezt a nagy csukbelezést innét. Jaj, ezt le kellett volna forrasztanom. Így, tiszta nincs zárlat. Vissza a helyére. Jöhet még bele a csavarok, ha egy kézzel sikerül úgy megfognom, hogy nem akarom megfogni a tápot, hát ha még valahol feszkó alatt vagyunk. Ledet visszadugom, hogy el ne felejtsem, és mehetnek vissza a csavarok. A legfontosabb csavar a védőföldes. Ez legyen meghúzva. Benn van, érdemes ilyenkor egy próbát tenni, hogy nem-e húztál szét valamit, hogy van-e kép, működik-e a tévé, ne kelljen már 200-szor a csavarokat belerakni. De mivel én profi vagyok, én nem próbálom ki, én összerakom, azt kész. Szóval hátulja, föl csavarok be, ez a pár darab csavar. Ugye van, ahol metrikus van, látod, hogy fémbe ment, van, ahol pedig ilyen facsavar, fakötésű csavar, nem tudom, minek nevezzem. Hú, de szar a fény itt. Talán így látjátok, nem? És van, vannak a csavarok, fölpróba, tápot neki, adunk neki egy pendrive-ot, legyen valami film, de ugye már így is látod, hogy működik. És teljesen tökéletes, ülhetsz le vele szembe tévézni, ugye, hátradőhetsz, mert végre megcsináltad. És akkor, amíg ez itt a tévét próbálja betölteni, menjünk vissza. Nem enged most vissza. Nincs exit, nincs semmi, megfagytunk. Meg akarom mutatni, mondjuk ez most így oké, okay, megy egy film. De hogy teljesen tökéletesen működik a tévé így is, de itt is voltak beállítások, csak tudnám melyik gombon. Itt
videó beállítások. És én itt már ugye visszavettem a háttérfényt, most nyugodtan vissza lehet tenni gyáriba. Ennek a tévének külön van ez, amikor így nézel videót, nem enged innét kijönni, meg amikor tévét nézel, de mindegyik egy másik beállítás, innét most kijövünk, talán ezzel a gomba. Pont fordítva van, mint a Samsung. Szerintem a settings. Itt ugye nyíl, nem nyíl meg kép, és itt ugye mondjuk élénk felhasználói, és itt is látod, visszavettem 45-re, ezt is vissza lehet nekik küldeni, de ez gyárilag, ez így föl van küldve 100-ra, és ez akkor van, amikor már nézed a tévét, de ezt is érdemes levenni, mert minek akkora, hát minek a 100. Mondjuk most visszavettünk, és el tudod képzelni, hogy mekkora áramok folytak gyárilag, mert ez is az áramból, és ugye ezt akartam mutatni, hogy a háttérfényt leveszed, a fényerőt meg felteszed, mert ez meg 50-en szokott lenni, a fényerő, ezt én föltekertem 65-re, ez 100-en, ezt letekertem 50-re, ezzel már ledeket véded, de a legjobb az, hogyha azt csináltam, hogy így hardveresen visszaveszed, akkor a felhasználó utána nem hozza vissza egy év múlva, hogy már megint kiégett az új ledsor. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, sziasztok, ezt érdemes megcsinálni ledcsere, ledjavítás után, mert direkt úgy csinálták a gyártók, hogy egye meg a ledet, így nem fogja.